Böllérfesztivált rendeznek Kistarcsán, immár harmadszor, ezúttal február 1-én. A kistarcsai uszoda melletti területen lesz a viadal, ahol a zsűri tagjai árgus szemekkel figyelik majd, hogy a legfeljebb 6 fős csapatok betartják-e a szabályokat. Szúrás, perzselés, abátszalonna készítése is szerepel a feladatok között. Polgármester úr, már hagyomány Kistarcsán, hogy Böllérfesztivált rendeznek. Honnan az ötlet? Az ötlet az abból adódott, hogy sokfelé jártunk más településekre hasonló hagyományőrző fesztiválokra. Többek között például az erdélyi testvértelepülésünk Torja településre, ahol nagyon jól sikerültek ezek a rendezvények, fesztiválok, és azt gondoltuk, hogy talán pontosan az indokolná a legjobban, hogy nekünk is meg kellene próbálkozni egy hasonló jellegű fesztivállal, hogy a főváros kellős közelségében, de mégis vidéki és hangulatú kisvárosunkban talán lenne kereslet az emberek részéről egy ilyen fesztiválra, illetve érdeklődés, hiszen nagyon-nagyon régen csináltak már nagyon, tehát a mai középgeneráció, illetve a még fiatalabb generáció valószínűleg egyáltalán nem, de az idősebbek között is már kezd kimenni a divatból a disznóvágás műfaja, hiszen a boltokban könnyen elérhető a késztermék, és sokan felváltották a saját termék előállítását késztermék beszerzésére. Ez az idei lesz már a harmadik Böllérfesztivál. A tavalyi hogyan sikerült? Így van, ez a harmadik Böllérfesztivál. A tavalyi már ezen a helyszínen, ahol most is megrendezésre kerül, tehát a település középpontjában nagyon jól megközelíthető helyen, hiszen 2 hév megállóból is nagyon hamar és könnyen elérhető, illetve a 3-as főút kellős közelségében jó parkolási lehetőségekkel megáldva, tehát az ifjúság téren az uszoda mellett kerül megrendezésre ez a rendezvény, kis részben érintve az iskola udvarát is, de ez rendkívül ideális helyszín, mert itt az infrastruktúra, ami szükséges ennek a rendezvénynek a megvalósításához, gondolok itt a kellő mértékű szilárd burkolatú felületre, illetve a vízellátottságra, áramellátásra, illetve a valószínűleg nagyszámú nézőközönség és az idén már 14 csapattal büszkélkedő résztvevők igen nagy számára való tekintettel. Ez a legideálisabb hely a településen arra, hogy ezt meg tudjuk rendezni. Egy csapat egyébként maximum 6 fős lehet. Honnan érkeznek a csapatok? Túlnyomó többségében a mi kis településünkről, illetve a településünkhöz kapcsolódó vállalkozások előszeretettel használják ki ezt úgynevezett csapatépítő tréningként, hiszen itt a kellemest a hasznossal is összetudják kötni. Valamint most idén 1-2 nem kistarcsai, illetve távolabbi vidékről érkező csapat is lesz, tudomásom szerint. Így úgy hallottam, hogy lesz Tolna megyéből egy csapat, illetve Békés megyéből egy csapat. A nevezési díj 35 000 forint, ám ezért cserébe is kapnak valamit a csapatok. Igen, ez tulajdonképpen úgy, ahogy eddig is volt, ez nem más, mint a sertés, illetve a félsertésnek az ára, amely így gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nullszaldós, hiszen ezt megkapják a csapatok teljes egészében, és földolgozzák kényükre, kedvükre. A rendezők számára mindössze 1 kiló hurkát és 1 kiló kolbászt kérünk úgymond beszolgáltatni, amiből meg a kóstolókat állítjuk elő a zsűrinek és az egyéb segítőinknek. Szabályokat is be kell tartani a versenyzőknek, a csapatoknak. Melyek ezek? Azok a szabályok működnek, amelyeket a hatóságok írtak elő elsősorban. Tehát itt, amire különös tekintettel kell lenni, azok az állategészségügyi, illetve egészségügyi szempontok, így az állat kínzásmentes feláldozással szabad így fogalmazni, ami azt jelenti, hogy sokkolót kell használni feltétlenül. Ezen kívül pedig az egyéb szigorú előírások közé tartozik az is, és ezt kérem, vegyék figyelembe az odalátogatók, hogy a csapatoktól nem lehet vásárolni élelmiszert semmilyen formában. A csapatok nem azért vannak ott, hogy kiszolgálják az ilyen irányú igényeket, hanem azért, hogy ők megmutassák a tudásukat, illetve bemutassák azokat a hagyományos technikákat, amellyel képesek majd feldolgozni a számukra előállított fél vagy egész sertés, mert lesz olyan csapat, aki egy egészet fog földolgozni. Tehát tőlük nem lehet vásárolni, viszont
Nyilvánvaló, hogyha kijönnek az emberek, és érzik az illatokat, és összefut a nyál a szájukban, illetve a pálinkás hangulatban kedvük támad, hogy fogyasszanak disznóságokat, akkor arra rendelkezésre fog állni több elárusító hely is. Úgy melegen, mint füstölt áruban, illetve sajtokban fogunk készülni nagy erőkkel ahhoz, hogy senki ne érezze magát éhesen, illetve ne éhezzen a rendezvényen, és mégis meglegyen a gasztronómiai élménye is, ne csak a látvány. Milyen feladatokat kell elvégezniük a versenyzőknek? Egy teljesen elejétől végéig lebonyolítandó hagyományos disznóvágásról van szó. Tehát abban az esetben, ami a csapatok 90%-a, hogy félsertést dolgoznak föl, akkor sorsolás útján két csapatot összesorsolunk, egyikük böllére megszúrja szegény jószágot, majd azt követően közösen megtisztítják valamilyen hagyományos technikával, majd testvérjesen elosztják a sertést két fél sertésre, és aztán azoknak a feldolgozását pedig már a csapatokra bízzuk. Nyilvánvalóan előny lesz az, hogyha minél többféle terméket fog tudni előállítani az adott csapat, illetve hát ami a legfontosabb, hiszen több díjat fogunk átadni, ez nem titok, tehát többféle kategóriát hirdetünk, de egy ilyen jellegű fesztiválnak azért mégis mindig az ízvilág az, ami a legrangosabb elismerése, illetve díja, tehát az ízekre is azért törekedni kell. Nyilván előnybe fog részesülni az a csapat is, aki megfelelő népviselettel lep meg bennünket, illetve a feldolgozó helyüknek a díszítése olyan mértékű lesz, ami felhívja a figyelmet, a zsűri figyelmét. És végül, de talán nem utolsó sorban, és nem is biztos, hogy végül, de előnyt jelenthet többfajta pálinka ízleltetése az arra igényt tartók számára. Természetesen korán kell kelnünk a csapatok tagjainak a Böllér Fesztivál napján, február 1-én. Mi lesz a konkrét program? Igen, azt ajánljuk, hogy keljenek korán, mert akkor fognak látni mindent. Akkor, ha korán kelnek, akkor nem csak aranyat lelnek, hanem a savaborsát is ízlelgethetik ennek az egésznek, hiszen mindig is az volt alapvetően jellemző egy ilyen fesztiválra, hogy már jókor, még világosodás előtt összegyűlt a csapat, illetve ha a családi alapon ment a család, akik bátorításként ugye fogópálinkával kezdtek hozzá az egész művelethez, és hogy ez el ne maradjon, akkor én azt javaslom mindenkinek, hogy fél hét környékén már jöjjön ki bátran a térre, és egyébként 7 órakor egy megnyitóval kezdünk, és 7:30-tól pedig már elkezdődik a disznók feláldozása. És ugye számos családi program is gazdagítja ezt az eseményt. Igyekeztünk, hogy a szigorúan vett disznóvágás és húsipari feldolgozáson kívül egyéb programokkal is kedveskedjünk a településünk, illetve a lakóinak, illetve az odalátogatóknak. Ezért felkértük a jól ismert szórakoztató sztárvendégeinket, Szőke Andrást és Bede Róbertet, akik elfogadták a meghívást és jönnek, illetve Kacor Ferenc fellép még nálunk. Egész nap a tavaly nagy sikerrel szerepelt Prestige Band fogja húzni a talpalávalót, és ők fogják a végén az utcabát is lezenélni, levezényelni. Illetve ami újdonság még a tavalyi évhez képest, hogy állatsimogató, illetve gyermeklovagoltatásra is lesz lehetőség. Próbáljuk úgy szervezni a dolgainkat, hogy minden korosztály jól érezze magát, ha kilátogat.